Sziasztok srácok, én Kis vagy, és itt vagyunk egy újabb videóban, és ebben a mai videóban igazából csak így itt vagyunk egy börtönben, ugyanis sajna elkaptak, de már meg is volt, hogy hogyan fogunk kiszökni, ugyanis annyira buták a biztonsági őrök, meg ezek a emberek, hogy adtak nekem fát. Tehát, hogy így azt mondtam, hogy kéne nekem dekorációnak, mert én ettől jól fogom majd magam érezni, és adtak. Hát gratulálunk nekik, és ebből, hogyha már van fánk, akkor ki tudunk szökni. Ugyanis vacsárkánnyal már tudtam ma ki lehet ütni a vasajtót, így csinálunk el botot, így, és csináljunk egy kardot is szerintem, tehát így, jó. Mi ez a hang, mint egy valami zombira, nem tudom, de mindegy, és rakjuk vissza, rendben. Mi? Itt zombi. Egy zombi falusi. Jó. Még egy zombi falusi itt. Mi történt? What? Jézusom. Jézusom. Mi? Jéj. Ezek... Nem tudom, valami embert öltek. Nem tudom, menjünk gyorsan a szertárba. Nincsen jobb ötletem. Itt a szertárba bármi... Ó, vaskard! Ez az... Van itt még bármi más láncnadrág. Az se rossz. Vasmelvért. Mennyi ez láncmelvért? Csizma? Csisak is van. És? Itt még semmi jó. Menjünk! Nézzük meg itt mi... Jézusom, itt is van valami... Jézusom, itt is meghalt valaki. Ezek mit csináltak? Nem tudom, valami mészárlás volt itt, vagy fogalmam sincsen, valami nagyon durva dolog. Menjünk fel gyorsan. Jézusom! Ez nagyon beteg, srácok! Rendesen ráz a hideg, és olyan hideg van itt, nagyon hideg, tehát én nem tudom, hogyan, hogy mi volt ez a hang. Ott is, ez most valami rossz vicc. Jézusom. Mik ezek a hangok? De motorház, Jézusom, itt is. Közben éhséget is kaptam a zombi hústa, jó. Jó, innen menjünk, Jézusom, itt is vannak. Jó, nagyon gyorsan menjünk felfele, menjünk. Nem kell félni, ez teljesen normális hely. Nem lesz itt semmi gond. Jézusom. De ez most miért? Ez csak az eső este van. Ebbe az új szobába is itt. Jézus, de itt mi ez? WC. Jó, nem megyünk vécézni se. De ez most mi? Valamit, nem tudom, megszállta a rendőrség. Fogalmam sincs. Recept... Ne, a recepciós is oda. Pepsi, mennyi innen van itt. Erre lehet menni? Jézusom, ez meg konkrétan van engedve ez a lift. Dispatcher szoba? Van itt valaki? Haló? Nem merek beleszólni ebbe, de... jó napot, ha valaki hall engem! Várjátok, nem az, de ez valamilyen rádiójelet, nem tudom, nagyon remélem. Kapcsoljuk be mondjuk. Jó napot kívánok! Valamit nagyon nem okés a rendőrség környékén, ugyanis mindenhol, minden teli van emberi hullák, és Jézus, nagyon-nagyon durva, jöjjön valaki és segítsen, hozzon ki innen, köszönöm! Jézusom! Jó, menjünk feljebb egy emelettel, de halkan! Mondjuk legyen bármi, mert nagyon-nagyon félni fogok. Van itt bárki? Haló? Itt a büfé. Jó, vigyünk a büféből dolgokat gyorsan.
És nem tudom, valami zombi apokalipszis van, vagy fogalmam sincs. Oké. Okay. Jól van, oké. Okay. Van kajánk. Zombi apokalipszis van, csak okosan. Ha bárha megláttunk egyet, csak ne öljön meg, ennyi a lényeg. Már fel vagyunk szerelkezve, de ha nagyon... Jézusom, és itt egy vidőrkép? Nem biztató az a helyzet. Iroda. Jól van. Srácok, rendesen izzadok. Most kár, hogy megfogja a szőröm, és nem tudom merázni az izzadságot. Iroda. De miért vannak nyitva az ajtók? Nagyon. Nem jó. Tök békés dolgokat csináltak itt az irodában, és akkor ez itt mi? Nem tudom, de Alif nagyon lent van. Ugyanúgy este van, szerintem ez valami tényleg nagyon megszállt a srácok. Már megint. Már kezdtem elfelejteni, kezdtem örülni meg minden, hogy jó, akkor most már csak nem tudom, esetleg üres lesz az iroda, és valami el tudom felejteni az egészet, és erre ezt figyeljétek! Ez most mi? Jézusom! Jó, mindegy, én felszedem, én ezt nem hagyom így, én ezt nem is bírom látni. Jó. Ez biztos, hogy csak valami kamuvér, és valaki szivat engem, mert ilyen nem létezett. Nem, nincs olyan, hogy megszálltak az irodát, nem. Csak gondoljunk arra, hogy biztos, hogy valaki szivat. Bár ez már nagyon durva szivatás akkor. Mi ez? Jézusom. Ez mi? Ez micsoda? Ó, ez meg ilyen lövölde. Aha. Mi ez? Jó, oda se szeretnék még egyszer bemenni. Mik ezek a para hangok, srácok? Ez itt mi? Ki vannak rakva ilyen emberfejek? Jó, megyek innen. Jön, nyíj, Mikey! Raktár, de nem raktárba akarok bebújni, valóban el kéne bújnom, mert én itt ezt nem bírom. Jézus, amit olyan para, hogy esik az eső is. Istenem, srácok, segítsetek már, dobjatok egy lájkot háromra. Dobjatok mit? Hogyha ti szeretnétek engem innen juttatni, akkor dobjatok egy lájkot háromra. 3, 2, 1. És hogyha most megnyomtátok, akkor sikeresen kiszabadítottatok, és köszönöm szépen, és akkor most kiskutya haverjai lehettek. Viszek egy kaktuszt. Azzal esetleg nem tudom, neki dobom. Nagyon tud fájni amúgy, mert még itt szőrön át is én egyszer estem bele a kaktuszba, nagyon-nagyon fáj. Jó. Értok mit? Megvan az ötlet. Felmegyünk a leges legtetejére ennek a kócerájnak. Itt közben micsoda? Nem tudom, de elég para így este ez az iroda. Vagy mi ez, rendőrség? Jézusom. Ezek a hangok is? Jég. Mi ez? Helikopter. Megvan, srácok, mit fogunk csinálni. A Bell 429-es helikopterrel innen elmegyünk. És mielőtt még itt bármi is történne, ezt befedjük. Így. Sajnos nem tudok jobbat. Még ezt, várjatok, így ide lerakom. És akkor ebben, ha valaki belemegy, ez fájni fog neki. De viszont nekünk ezzel a rendőrségi helikopterrel nagyon gyorsan el kell repülnünk, ugyanis én ezt nem bírom tovább. Szóval ez a videó ennyi is lett volna, jelentkezek, hogyha majd kiértem következő videóval, ha nem, akkor sajnos bekövetkezett a legrosszabb. Szóval köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és hát nyomjátok meg a csengőt, és ezek kiskutya haverjai lehettek. És szurkoljatok, mert az előző helikopterezése volt túl jó élmény. Szóval, mennem kell!